Uram,
Isten minden látható és láthatatlan teremtmény alkotója és teremtője, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, ki láttad népednek, Izraelnek, tőled igaz Istentől idegen, hamis Istenek felé könnyen hajló szívét, és őket ó egyedül igaz Isten a bálványimádásból kiszabadítva, a te ismeretedben és szolgálatodban mindig megtartani akarvány, tilalommal megtiltottad, hogy veled szemben képeket és képmásokat alkossanak, hogy azoknak, mint az Úrnak hódoljanak és szolgáljanak. Neked vesz szolgálnak, Mózesnek megparancsoltad, hogy oly képeket és képmásokat készítsen, melyekkel nem idegen, hamis és nem létező Istenek, hanem a te legszentebb és fölséges neved dicsőítetik, egyedül igaz Isten is pedig, aranyjal borított, romolhatatlan fából a hegyen megszabott, minta szerint fényszekrényt és a tíz parancsolat kőtábláit, az arany edény és Áron veszélyének megőrzésére, föléje pedig két arany kerubot, s a kárpétra a kézzel képzett kerubok sokaságát, továbbá két kerubot az oltár szövetére, majd a Salamon által neked épített templomban is aranyjal borított, két kerubot cirkus fából, és megparancsoltad, hogy azokat, mint néped között való jelenlétet, és dicsőséged nagyságának jelképeit, melyek nagyszerű és legdicsőbb csodáid és jó téteményeid emlékét őrzik és feltüntetik, ha emberi kézművei voltak is félelemmel és rettegéssel, istenfélő hódolattal, tömjénezéssel és előttük való könyörgéssel tiszteljék azt, a tiszteletet oly kegyesen fogadtad, mintha neked magadnak adták volna, ellenben kik tiszteletlenül viselkedtek ugyanazokkal szemben, azokat illendően nem tisztelték, miként Ozeás különféleként megbüntetted és megtörted, és a világosan megmutattad az Isten előtt, kedves az istentelen képek közlevő különbséget illés, a zsidó papok és a bírák előtt Dágon bálványának szétrombolására és az idegenek megölés által. Aki bűntejében pedig elküldötted egyszerűen fiadatunkat, Jézus Krisztus asszonyunk, amit enkor Szűz Máriától született, kiszolgai alakot revénkel, az emberekhez hasonlóvá lett, és Isteni arcát kendővel érintve Lehkisztál képének hasonlását adta, s ugyanazt Abgárnak, Edessa királyának elküldte, s őt az azzal a betegségből megszabadította, és mindazokat, kik ahhoz járultak, s azelőtt hittel hódoltak, csodálatosan meggyógyította, és számtalan jó téteményben részesítette. Ezért mi is legjóságosabb és legkönyököltesebb uralkodó, szeretett fiatnak-e képeit, az ő üdvözítő megtestesülésének, legdicsőbb csodáinak szenvedéseinek fölfeszítésének, halálának dicsőséges feltámadásának, mennybe menetelének és mindenhajú téteményének emlékezetére, melyeket a földön emberi alakban, az emberi nem javára művel, s melyeket nekünk az isteni evangéliumok világosan előadnak, hasonlóképp az ő legtisztább minden teremlényénél magasztosabb, legtiszteltebb cselődött, legkedvesebb, könyörgős, közben járó anyjának, az angyaloknak, prófétáknak, isteni szózatú apostoloknak, vértanúknak, fűpapoknak, szerzeteseknek és minden szenteknek képeit, mint akik előtted kedvesek neked mindig ő szolgáid, igaz barátaid, és nekünk valóban fiatal képeink, nem isteni, hanem tudva, hogy a képek tisztelete magára az ábrázoltra irányul, szent templomodban felséged előtt tisztelettel helyeztünk el, és leburolva húzunk, élünk téged. Tekints kegyelmesen ránk se képekre szeretett fiának megtestesüléséért, köztünk való megjelenéséért, és egész üdvözítő isteni gondviseléséért, az ő emlékezetére és dicsőségére, és az ő legtisztább és legáldottabb anyjának a test nélküli szemmennyei erőknek, a tiszteletre méltó próféta és keresztelő Jánosnak, az isteni szózatú prófétáknak, szent ihletettségi apostoloknak, jó győzelmi vértanúknak, főpapoknak, szerzeteseknek és igazoknak, és összes szentjeinek imáját, akiknek tiszteletére, semlékezetére ezeket előállítottuk. Küld le rájuk, mennyei áldásodat, legszentebb lelkedet, kegyelmét, áld meg, szenteld meg ezeket, adj nekik gyógyító és minden ördögi cselt és emlőző erő. Tőzs fel oly áldása hatalommal és erővel, mint amilyennel gazdagon felruháztad egy szülött fiadnak legszentebb és legtisztesebb, arcához érintett nem kézzel,
készített a ma képet, hogy ezekkel is erőt és urát művelhess az igaz hit megszilárdítására és néped üdvösségére. Mindazoknak imáit a selezéseit és buzgó kérelmeit pedig még neked egyszülött fiadnak, és legszentebb életadó lelkednek ezek előtt a képek előtt hódolnak és buzgón, hívő lélekkel imádkozott és malasztod elnyerésén, könyörögnek és adik a szenteket, hűszolgáidat és legőszintét, barátaidat bajaikban és éjükben, szükségükben és minden veszedelemben, e képekbe tekintve állította a segítségű hírját, mivel megígérted, hogy az ő nevükben nyújtott tovább hűs vizet és kegyensen, fogadod és prófétaid, az igazakat megillető vagy vértanúi utalommal viszonzod, hallgass meg sad, hogy elnyelékenvel szeretetet kegyelmét, ajándékhoz nekik bűnbocsánatod, és méltos őket malasztod elnyelésére. Mert te vagy a mi megszentelésünk, és téged dicsőítünk egyszerű fiaddal és megszentel, jóságos és életadó lelkedel együtt, most is mindenkor, és örökkön örökké. Minden neked örömmel töltöttél be üdvözítőt, te
Uram, Uram, megkincsíts nézve a mennyből, és látogasd meg a te szülős kertedet, amelyet a te kezed ültetett, és erősítsd meg azt, legyen Uram kezed az emberek fiain, kiket megerősítesz. Áldott az Atya és Fiú és Szentléleknek országa, most és mindenkor és örökkön örökké. Békességben könyörögjünk az Úrhoz. A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz. Isten szent egyházainak jólétért, és mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz. Ezen szent hajlék és mindazokért, kik ide hittel buzgósággal és Isten félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz. Pápáért, Isten szerető, Milán és Nílus püspökeinkért, a tisztes áldozó papságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz.
Uram, ezen községért, minden városért, községért és vidékért, és az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, mérsékletért, a föld terményeinek bőségért, és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz. A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért, és ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz. Az Úrhoz. Oltalmazd, ments meg, könyörű, és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Megszentelek, tisztább, legáldottad, dicső királyninkat, az Isten szülő és mindenkor Szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén önmagunkat, egymást és egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön, örökké. Krisztus Istenünknek ajánljuk. Minden.
szentni meg, most és mindenkor és örökké. Oh,
ki megvilágosít és megszentel minden e világra jó ember. Yeah.
gyermek megszégyenülhetetlen, vágy dicsőítjünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor. És örökkön örökké. Pál apostol a rómaiakhoz írott leveleinek olvasása.
részegesedjünk napon, ne lakmározásban és ne részegeskedésben, ne fajtalankolásban és ne dobzódásban, ne cigarolásban és versengésben, inkább az Úr Jézus Krisztus öltsétek magatokra, és ne élt védelmességtek tetteiteket, hogy bűnös kívánságokra ne kerjedjetek. Karoljátok föl az akályos lelki ismeretük, anélkül, hogy fölfogását elítélnétek. Van, aki azt hiszi, hogy minden lehet, az akályos azonban csak zöldségfélével táplálkozik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, aki pedig nem eszik, ne ítélj el azt, aki eszik. Hiszen az Isten magáénak tekinti őt, ki vagy te, hogy más szolgája fölött ítélkezel, saját urának áll, vagy bokévő, de állni fog, mert van elég hatalma az Úrnak ahhoz, hogy föntartsa. Békesség minket, bölcsesség figyelmezőt. Bölcsesség, igaz hívők, hallgassuk a Szent Evangéliumot. Kimenvén pedig nem szólhat a nekik, és megérték, hogy látomása volt a templomban,
és ő vinte nekik, és némán maradt. És rövid időn elteltek az ő tisztjének napjai, házába visszamene, e napok után pedig végében fogadta Erzsébet az ő felesége, és elrejti magát 5 hónapig mondván, így cselekedett velem az Úr, abban napokban, melyekben rám tekintett, hogy elvegyem gyalázatomat az emberek közül. Azonban Erzsébet szülésének ideje elérkezik, és fiat szült, és meghallák szomszédai és rokonai, hogy az Úr kitüntette irgalmát, és örvendeznek vala neki, és ő 8. napon elővének körülmetélni a gyermeket, és hívák őt atya nevén Zakariásnak, és felelvén anyja mondá, semmiképpen sem, hanem Jánosnak fog hivatni. És mondák neki, hisz senki sincs rokonságodban, ilyen néven hivatni, intének pedig atyának, akinek akarja őt neveztetni, és jegyzőtáblát kérvén írja mondván, János az ő neve. És csodálkozának mindnyájan, és azonnal megnyílik szája és nyelve, és szól a áldván az Isten, és félelem száll a minden szomszédjaira, és ennek ére Júda egész egységében kiterjed el. És szívükre belé mindnyájan, akik ezt hallották mondván, vajon ki lesz ennek egy gyermek, mert az Úr keze van ő velem. És Zakariás az ő atya Betelém Szentlélekkel, és jövendőle mondván, áldott az Úr Izraelnek Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. És te gyermek a magasságbeli profétájának fogsz hivatni, mert az Úr szín előtt jársz majd, előkészítek ő az ő útjait, a gyermek pedig növekedik és erősödik lélekben. És a pusztában volt azon a napi, midőn megjelenendő vala Izraelnál. Обіцяємо вам Словення для сім'ї, то ми завжди це робимо фактами.
hogyha az Úristen ígéretet tesz a család megáldására, akkor ezt mindig tényekkel teszi. И там мы бачим перше слово, що коли той самий ангел Гавриїл прийде до Марії, що він їй скаже? Емліцюк артепілек, амікор Карло Артепілек Маріалу, відмон декі. Твоя родичка Єлизавета вже є на шостому місяці беременності. Рукуло Ефіве на готовій полнопі оранну тарапу. І Марія пускається в дорогу, від свого колицю, щоб відпровідати Єлизавету, щоб побачити цей факт. Марія пелік ебеля гейш тартуванку, хоч мегдійте Ерзівене, хоч меглаша ест апінь. Бо ангел каже, Бога немає нічого неможливого. Пісен от ангел мундя, де піштеві шемі шемі лехезе. Коли ми відкриваємо Біблію і ту історію ізраїльського народу, ми там бачимо багато-багато фактів, як Бог ходить в життя людини. Амікор кинітюк а Сент-Ірак Бібліян, іш мегнітюк Ізраїл Бібліянк, а Бюдвесség történetі, шок ілян мозданатот látunk, ahol Isten belelép az ember életébe tényekkel. Авраам має 90 років, тож не має дитини. Авраам 90 éves, цінтен ніч гербеке. І коли Бог обіцяє йому хлопця, Сама сміється так, як Захарія, то неможливо. Амікор Ісен фізігірнек і Сара кіневеті, ugyanúgy, ahogy Ерзівет esetében is, hiszen ez lehetetlen. Бог каже, я через мій прийду і Сара буде бавити хлопця, якого народить Ісмаголона. Сама сміється, це неможливо. Ugye halljuk az ígéretet, hogy egy évúlva majd erre fogunk járni, amikor három látogató ott van Ábrahámnál, és Sára már gyermeket fog majd ringatni a karjára. І сина моя звуть Ісаком, що означає як сміх, радість. І що дівчинка, яка születить, ісвіють Ізаком, називають ел, аминак jelentése az, hogy hát nevetés. Але історія Авраама, історія Захарії і Єлизавети, вона нам показує, що Бог обіцяє і Бог завжди є вірний. Захарія Єлизаветнек і Авраамнак a története megmutatja nekünk, hogy az Isten ígér, és az ígéretéhez mindig hű. Mi можемо сказати, дуже часто можна сьогодні почути, як багато людей мають зламане серце і кажуть, Бог забув про мене, Бог мене не бачить, Бог не чує. Hallom sokat ma olyan emberekről, akiknek össze van törve a szíve, akik ki vannak Ábrahámra, és azt mondják, hogy az Úristen elfeledkezett rólunk, nem hallja őket. Але Бог завжди чує, завжди бачить. De az Isten mindig hall és mindig lát. Навіть тоді, коли ми грішимо і коли нарікаємо. І коли ж, коли бунтуємося і мазуємо. Бог є тут. Ісус є тут. Бо як нам каже Іванні, Він полюбив нас до кінця. А ви з Евангелії мовляє, а вибе не ті серці, як до кінця то означає до Христа. А ви ані ось діленді, а вибе не ті, де вісе на кересті. І тому Папа Франциск дуже часто каже, що відкрий свої очі і подивися назад у своє життя. Скільки разів Бог приходив і рятував тебе? Еде Ференц Папа мовляв, нізь от életетне, текінч ра аз елмунт ідемсакарат életетне, іш ведд észre, hogy hányszor mentет meg, szabадитот meg téged az Isten. Бо для християнина теж дуже важливо є мати добру пам'ять. A keresztény ember számára nagyon fontos szempont az is, hogy jó legyen az emlékezete. Mi nagyon sok ukázom, hogy nem tudom, hogy egy kívánás, de úgy és kívánás, de ezt van az a kívánás. Ugye gyakran szoktuk vízből mondani egymásnak, hogy olyan tyúkeszed van, elfelejte szavar minden. Ale majd már egy dolgok kívánás, и коли дивимося в історію свого життя, ми можемо побачити, як багато разів Бог рятував нас. Дуже важливо, що цей ember azért az emlékezetét megőrizze, és amikor visszatekint élete történetére, akkor vegye észre, hogy hányszor mentett meg bennünket az Isten. Владика Мілана розказував таку дуже цікаву історію, як він був молодим священником. Якось elmondott egy érdekes történetet, amikor még fiatal kapott. І прийшов до одної сім'ї, де були бабка, діти, велика-велика сім'я. Меглаторів те чоладу, той за чоладу, або тільки реакцію його дедів. І його покликали, бо внук прийшов із армії додому. І що так і так, і відповідь, то внука вернуть, а вона чергує, а вона шахтувала. Ну і вони сіли собі так.
там чи за столом, чи як уже сиділи, ну і бабка почала нарікати. Нарікати, як їй тяжко було, бо чоловік умер, як вона тяжко ту сім'ю годувала. Amikor mondom, hogy elkezdte mondani a történetet, hogy milyen nehéz volt neki a sorsa, paraszkodott, hogy milyen nehéz volt neki egyedül eltartani a családot. A bíróka pedig, aki a katonaságtól jött haza, csak lehajtotta a fejét, fogta a fejét és fel sem emelte a tekintetét. A minimum része semmi káze, dobre, budúce skoro stane do věci. A Boh mi pomáhal, on to jde se mi hodoval, tam šíš či sím. Akkor mondja a fiatal papként a nagymamának, hogy hát jó, oké, nehéz volt minden, de mikor korán özvegységre jutott, vajon az Úristen ebben a nehéz helyzetben nem segítette meg? No, én azt a helyköz múcsona zsinka káze, ó, ja pomáhal, hogy én a kozsomú kroc. És akkor mondja az öreg megkörött azt, hogy hát persze, de hogy nem, minden lépésemben segített. Még szem, amíg hív, kívül mondani, hogy kérdésem. Kenyelük voltak, így gyermekek tanulhattak. Még húló bátyja, ale Gospodin zabúzani. Nem volt apa, de az Isten nem felejtette. Így nagy módri hobbit zabrál lóki, így tak dövőszön a svoju bátyú. És a fiatal ember elengedte a fejét, felemelte a tekintetét, és csodálkozó tekintettel lézett a legalányát. To bylo svícení, že tolik mladých lidí, krásných, mladých vitálních, jak Bůh byl v jejich sídli, kdy bylo nejtěžší. A teď tam už šaptěla, že ta celá fiota tak je lízila. Když jsem byl jelen, a když jsem akorát akorát zílel, že a mi pro něj nejde to. Bůh zároveň přichází, aby stěhat naše zranění srdce. Tak to už jsem vždy viděl, že ne, že megdůvodí, že mi nechcete sídlit. Každý z nás má těžký moment. Mindannyiunknak az életében vannak nehéz pillanatai. Ale kicsi momenti, Boh prihodik do nás, jak nižný bátyko. Ezekben a nehéz pillanatokban, mint a szerető atya jön az emberhez, Isten. Tomu budi krisztiánunk, označaja zavsdy počúvati sebe ljubleným. Ezért kereszténynek lenni azt jelenti, hogy mindig úgy érezni magunkat, hogy szeretve vagyunk. Bo Boh ľúbiť tebe i mene duše silno. Mert az Isten erősen szeret tégedet is, és engemet is. I kolega prihodnú na službu Božu, to Boh ukázuje nám tež taký veľmi čestný znak svojej ľubovi. És amikor a liturgiára jövünk a templomba, akkor az Isten hatalmas szeretetének a jelét mutatja. Vidíte nám svojej tímodik domov. Tetszét és vérét adja nekünk. Vidíte nám sebe. Önmagát adja nekünk. Szegény is námi, hogy hozik nász egy szeretnél. Közénk jön és egyházát tesz önünket. Mikor önökünk soványunk a cukorzsuk részúdnész, soha nem álljon hozzá a végét. És amikor az Istennek ezt a jelenlétét érezzük, vagy akkor mit kellene tennünk? Mi máljunk a szvítségé, prabozsuljuk Bóg tímsal, sajnál úgyse zránni így betvéti. Tanúságot kell tennünk az Isten szeretetéről azok előtt, akik megvannak sérülve, és költözszegezte őket az élet. Tehát szvítség már keresztény, és akkor kívülj az. Ahogy keresztelő János is tanúságot tett róla, hogy szeret benneteket az Isten. Za mnoj ügyesz paszíte. Utána jön az üdvözítő. Ilyen jól szabadulsz, hogy za mnoj ügyesz paszíte. És méltatlan vagyok arra, hogy Savjának szíját meg. Ját és jó lesz a dolgja, a vinkodott keresztényi más Lukom szüldén. Vízzel keresztelvek titeket, de majd ő szent lélekkel fog benneteket megkeresztelni. Én mi a felségi Lukom szüldén? És szent lélekkel vagyunk mi is megkeresztelve. Ahhoz a csályos, hogy mi már jól buti, gyújtmé szényei kér. Ez pedig azt jelenti, hogy az erős hitnek az emberei kell, hogy legyünk. Már jól az ágyi, szabad is a szvítani, s a más volt, je vírni. El kell mondanunk a mai világnak, hogy a mi Istenünk az hűséges. Mi gondolja és állítása miért? Nem vagy minket egyedül. Ugye ki is szám benni szituációin. Egy nehéz helyzetben. Mint zárt, hogy hadd a nászi szóim szívom. Mindig úgy jön el hozzánk, hogy a saját fényét, világosságát hozza nekünk. De ez a mondat, hogy a mászi szói szeretsz. De ez mi ki kell hinni a szívünket. Nem a lépó. A diváltságra. Na cerkovné žitňa, az egyházi életre, budú cerkvú, az egyházban lenni, jak rodina, mint egy család. Ale nám tím, hogy valami szívszak.
magunkhoz venni Jézus Krisztus testét és vérét. No, így a lépészet, és megosztani azt az örömöt, amelyet nekünk az Isten ad a többi emberrel. Pápa Benedikt úgy, hogy azt a kását, és ő már mondja, hogy hiszen ezt a végén, a szóri már nincs ők tudózni. Benedek pápa azt mondja, hogy a szentekre úgy kell tekintenünk, mint a legjobb barátaival. Nyilván keresztény, hogy ebből nagyból is én más dolgok. És keresztelő János, ez az egyik legközelebbi barátom. Nem olyan, hogy Jászok, még majd szerintem. Ezért, amikor nehéz, megszállunk a nehéz helyzetben, hogy imádkozzunk hozzá. És a barátságunk, más mondja ki, és a barátságunk nagyobb nyírség, más szerintem. És közben járással meg fogjuk látni, hogy az Istenünk a leghűségesebb, ami ülünk. Krisztus között. Mondjuk minden teljes lelkből és teljes elméből mondjuk. Áldozó papokon és családjaikon kegyelmeddel és irgalmasságoddal és teljes és összes jó kérelmeiket bocsáss meg minden szándékosan vagy akaratlanul elkövetett vétkezéseiket, add, hogy kedvesek legyenek imádságaik és irgalmas cselekedeteik, a te felséged királyi szék előtt oltalmazd őket minden látható és láthatatlan ellenségtől, minden incselkedéstől, bajtól, aggodalomtól és betegségtől, adj nekik egészséget és hosszú életet, mondjuk mindnyájan, Urunk, hallgass meg minket is, könyörülj! Mert magad mondád, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, amit imádkozva kértek, és meglesz nektek, és ismét kérjetek, és adatik nektek, azért mi is bár méltatlanok bízva irgalmadban kérünk téged, add a te kegyelmedet szolgáidnak, és teljesítsd jó kívánságaikat, őrizd napjaikat békés, csendes, egészséges és hosszú életben, mondjuk mindjárt gyorsan hallgass meg minket, és kegyesen könyörülj. Most is tudnánk, hogy egy szöret, hogy örökké. Amen.
napadok. Az őrzes papságról és az egész egyházi rendről, ezen szent hajlik nap boldog, és örökön lékő alapítói és jöttevéről, és mindnyájatokról igazítjuk keresztényet, emlékezzük meg az Úristen, közdő országában mindig, most és mindenkor is örökön örökké. Békességben felajánljuk. Amen.
legképen, legszentebb, legtisztább, legáldottabb, dicsó királyunkért, os Isten szüló, és mindenkor Szűz Máriaért. Szentséges főpásztorunk, Ferenc pápáról és Isten szerető Milán püspökünkről. És Isten szerető Nílós püspökünkről, s tartsd meg őket szent egyházainak, békességben, épségben, tisztességben, egészségben és hosszú életben, a te igazságod igényének helyes hirdetésére. Amen.
cselek jó parancs adjunk, érjük az utolát. Szentlélek közöltetését kérvén önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Valamítélés nélkül bátorkodjunk téged, mennyei Isten, atyának nevezni és mondani.
közíts, Isten, a te népedet, és áld meg örökségedet. Te viszont dicsőíts meg őket, Isteni erővel, és ne hagyj el minket, kik benned bízunk,
Ajándékozz békességet a te világodnak, egyházainak, papjainak, szeretett magyar nemzetünknek és minden népednek, mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, leszállván tőled a világosság atyától, és téged dicsőítünk, imádunk és néked hálát adunk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön. Örökké!
mondá az Úr, kérjetek is adatik nektek, keressetek is találtok, zörgessetek is megnyittatik nektek. Mert minden, aki kér, nyer, és aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Avagy kicsoda közületek az az ember, kitől ha kenyeret kér, fia, vajon követ nyújt-e neki, avagy ha halat kér, vajon kígyót nyújt-e neki. Ha azért ti holott rosszak vagytok, tudtok jó adományokat adni fiaitoknak. Mennyivel inkább a ti atyátok, ki mennyekben vagyon, adjókat a tőle érőknek. Krisztus követünk! Legyen hitetek az Istenben, bizony mondom nektek, hogyha valaki egynek mondja, indulj meg, és merülj a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi mindazt, hogy megtörténik mind, amit mond, meg lesz ennek. Azért mondom nektek, mindazt, mit imádkozva kértek, higgyétek, hogy megnyeritek, és meg lesz nektek, és mikor fölálltok imádkozásra, bocsássatok meg, ha van valakitek valaki ellen, hogy a ti atyátok is, ki mennyeiben vagyunk, megbocsássa nektek bűneiteket. Hogyha ti meg nem bocsátotok, a ti atyátok, ki mennyeiben vagyon, sem bocsátja meg bűneiteket. Szent Lukács evangéliumának olvasása. Figyelmeszünk, mondd az Úr egy példabeszédet. Volt egy bíró bizonyos városban, ki Istent nem félt, embert nem becsült. Volt pedig egy özvegyasszony is azon városban, ki is hozzájött mondván, így nekem igazságot ellenségem ellen. És nem akart sok ideig, de azután mondta magában, noha az Istent nem félem, az embert sem becsülöm. Mindazáltal, mivel alkalmatlankodik ez az özvegyasszony, igazságot teszek neki, nehogy végtére eljöjjön és szidalmazzon engem. Mondá pedig az Úr, halljátok, mit mond az igazságtalanság bírája. Vajon tehát az Isten nem tesz-e igazságot az ő választottainak, kik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és késedelmes lesz-e irántuk? Mondom nektek, hamar megmenti őket. Bűnösség megy Krisztus közöttünk. 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 János evangéliumának olvasása. Dicsőség néked,
ige, és az is ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ez valaki az ebben az Istennél, mindenek ő által elettek, és nála nélkül semmi nem lett a világ. Ő benne van az élet, és az élet van az emberek világossága, és a világosság a sötétségben világoskodik, de a sötétség azt föl nem fogta. Van egy ember Istentől küldett, akinek János való neve. Ez bizonyságú jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságból, hogy mindnyájan higgyenek ő általa. Nem vala ő a világosság, hanem hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Igaz világosság vala ez, mely megvilágosít minden e világra jövő ember. E világon vala is a világ ő általa fed, és a világ őt meg nem ismeri, tulajdonába jöhet, de jövőjébe nem fogadták őt. Valamennyien pedig befogadják őt, hatalmat ad a nekik, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, kik az ő nevében hisznek. Nem a Virgó, sem a te ősztönéző, sem a férfiú alakadt a bal, hanem az Istentől született. És az ige testévet, és mi köztünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyetlen szülöttének dicsőségét, elve molasztal és igazságot. János bizonyságot tölt előle, és kiállta mondván, ez az, kiről mondottam, aki utánam jövendő előttem lett, mert elő vala nálamnál. És az ő teljességéből leszünk meg mindnyájan malasztott palasztért. Mert a fővé József álpaladatot, a malaszt és igazság és igazságot. Krisztus közöttünk! Krisztus feltámadt! Krisztus közöttünk! Krisztus feltámadt! Hossza Péter hírban éve, és Jóhánatot híve, számos éven áll.